Hazai rangadóval folytatja bajnoki szereplését az SBS Eger együttese, szombaton 18 órától a Budakalász együttese látogat a Kemény Ferenc sportcsarnokba, Réde István a csapatkapitány áll velem szemben. Hogy telt a hét, milyenek a várakozások, hogyan készülünk erre a mérkőzésre? Igazából az utolsó két hetet a Balatonfüred meccselőt, azt a fizikai felkészülésre szántuk ismét. Most a Budakalász ellen azért szerintem kipihentebben fogunk pályára lépni, mint amit a Balatonfüreden tettük. Én azt gondolom, hogy a tavalyi Budakalász elleni mérkőzés után muszáj ezt megmutatni, hogy ellenük is fel tudjuk tüzelni magunkat, és koncentráltan tudunk játszani. Igaz, hogy kicserélődött azóta a csapat, de azt hiszem, hogy egy jó mérkőzést fogunk tudni játszani velük. Mit gondolsz, mi lehet a siker titka, a siker záloga ezen a mérkőzésen? Én azt gondolom igazából, hogy a védekezés lesz most a titok, oké, az elcsépelt szöveg, meg Edi is mindig ezt mondja, de én azt hiszem, hogy ez a csapat ellen különösképpen a védekezésünkre kell nagyon odafigyelnünk. Nézzétek esetleg a tabellát, hogy hogy áll a csapat, illetve mondjuk egy esetleges újabb két ponttal hová juthatunk el, vagy egyelőre még ez nem téma, hanem sorba jönnek a mérkőzések, és a nyerhetőket folyamatosan szeretnénk megnyerni. Én az utóbbiak közé tartozom, én nem szoktam figyelni a tabellát, csak hogyha már bizonyos számú győzelem megvan. Ez nem tudom, hogy mikor fogjuk elérni, és mennyi az a bizonyos számú győzelem. Én megmondom, hogy nem szoktam nézni, csak mindig a következő ellenfélre készülök. Ez is elcsépelt szöveg, de ez tényleg így van, hogy én nem szoktam nézni a tabellát.